Június 17-én nyílt meg Kotormán Norbert szobrászművész tárlata az Erdős René házban. Az alkotó az elmúlt közel 11 év munkáiból válogatott. A kiállításon 6 szobrot láthatnak az érdeklődők, közöttük plasztikákat, portrékat és 3 életnagyságú fából faragott alkotást. A tárlat július 21-ig tekinthető meg. Az Erdős René házban nyitotta meg kapuit Kotormán Norbert szobrászművész kiállítása június 17-én. Az alkotó már gyermekkorában tudta, hogy később a művészettel szeretne foglalkozni. Szegeden töltötte gimnazista éveit, ezt követően Budapesten a Képzőművészeti Egyetemen, majd a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán folytatta tanulmányait. Az alkotók világába történő belépését mesterei is jelentősen segítették. Nagyon jó mestereim voltak, én úgy érzem, tehát ebben tényleg nem álltam hadilábon a mestereimmel. Nagyon kedveltem őket. Somogyi József, Kőpál, Bencsik István, gimnáziumi koromból Fekete János. Tehát szerencsés volt a sor. Kotormán Norbert elmondta, az ihlet sok esetben akár egy véletlen szikra folytán alakul ki, amelyet fél év után egy szobor megalkotása követ. Műveinek visszatérő motívumai az emberi alakok. Készítek olyan munkákat is, amik nonfiguratívak, de a teljesen egyszerűre, pőrére levetköztetett emberi figura az engem nagyon érdekel. A gesztus, a mozdulat nagyon izgalmas számomra, ezért is nincsenek felöltöztetve, nincsenek ruháik, nincsen egy olyan, ha úgy tetszik, köntös, ami elfed és mond valamit. Nem, nincs semmi, itt egyszerűen maga a figura, a 4 végtaggal, a fejjel és a törzsel. A kiállítás a művész munkásságának utóbbi 10-11 évét öleli fel, ezekből az esztendőkből figurális jellegű munkákat válogatott erre az alkalomra. Ez összesen 6 szobrot, 1 kis plasztikát, 2 portrét és 3 darab életnagyságú fából faragott figurát jelent. Hogyha valaki eljön és meglátogatja a kiállítást, akkor egyértelmű lesz számára az a mondjuk stiláris kapocs, ami összeköti ezeket a munkákat. Többi értelemben is, tehát én ebbe bízom legalábbis, hogy elég egyértelműek ezek a munkák ahhoz, és elég sok értelműek is, hogy egyrészt izgalmas legyen, másrészt az legyen izgalmas, hogy nolám, ez egy bizonyos értelemben koherens dolog, amit csinálok. A megnyitó során Bukta Norbert képzőművész méltatta Kotormán Norbertet. A két alkotó 15 évvel ezelőtt a Rákoskeresztúron található Madárdombi Szent Pál apostol templomba készült kálvárián dolgozott együtt. A rendezvényen Bukta Norbert egy ausztriai tárlatlátogatással kapcsolatos közös emléket idézett fel, amelyben reményét fejezte ki, hogy a kiállított műveket a közönség értő módon tudja majd befogadni. Bejöttem egy terembe, és az ajtóval szemben egy nagy dökonik kép volt, és vele egy kis pad, amin lehetett ülni, és egy lány ült rajta egyedül, és szembe a dökonik képpel, és mereven nézett rá. Amikor bementünk a terembe, akkor úgy a háta mögött érezte, hogy valaki van, és nagyon lassan leemelte a szemét a képről, és várt mindaddig, amíg valaki kimentek a teremből, és amikor egyedül maradt, akkor nagyon lassan megint visszahelyezte a tekintetét a képre. És úgy gondolom, hogy minimum így kéne ezeket a szobrokat is megnézzünk. A tárlat július 21-ig látogatható az Erdős René házban.